magáncég volt, aztán utána ezt államosították, és a rendszerváltás után megint privatizálva lett, és második lépcsőben vette meg végül az Unilever, és azóta indul fejlődés. Máté Antal polgármester vázolta fel Guillermo Vázquez Morenónak, hogyan vált a megye egyik legnagyobb és legmodernebb gyárává az Unilever. A kubai köztársaság magyarországi nagykövete pénteken látogatott el Nyírbátorba. A város nevezetességein túl pedig a tisztítószereket és kozmetikai termékeket gyártó üzemet is megtekintette. Moreno a látogatást követő sajtótájékoztatón arról beszélt, értékes tapasztalatokkal gazdagodott, és jó volt látni, ahogy a színvonalas munkahelyekkel a fiatalokra épít a város. Nincsen annál szebb, amikor valaki ott élheti le az életét, ahol született, ott teremtheti meg a saját sajátját. Se puede apreciar la los jóvenes que se gradúen en diferentes carreras puedan trabajar, sean técnicos, sean obreros. Ezért fontos, hogy minden területen ez jelen legyen, és ugye a technológiák, új technológiák alkalmazása is. Nosotros en Cuba, a pesar de las dificultades económicas que tenemos. Kubában is, ugye a nehézségek ellenére, amikkel szemben. Le concedemos una enorme importancia a la juventud. Ők is ugye nagy figyelmet fordítanak a fiatalságnak. A las ciencias, a tudományoknak, a la aplicación de las tecnologías y la ciencia en las localidades. Ugye a technológiák alkalmazásában, a tudományban. Y en eso estamos trabajando también. És ezen folyamatosan dolgoznak. Máté Antal azt mondta, eredményesnek bizonyult a tárgyalás a kubai nagykövettel, így a jövőben jó kilátások vannak különböző együttműködésekre kulturális és gazdasági területen egyaránt. Nyírbátorban az elmúlt 10 évben nagyon sok nagykövet ellátogatott, én ezt egy fontos dolognak tartom, bár elsőre adott esetben egy városlakó gondolhatja, hogy ez csak egy protokollális találkozás, de az ilyen beszélgetések mindig nagyon sok lehetőséget tartogatnak, akár kulturális, akár gazdasági, akár turisztikai együttműködés vonatkozásában, és a mai nap során is a különböző helyszíneken, a különböző egyeztetéseken több esetben felmerült esetleges jövőben együttműködés. Nagyon színes kulturális élete van Kubának, és nagyon színes kulturális élete van a városnak. Itt biztos, hogy fogunk találni kapcsolódási pontot, de az Unilever gyárlátogatás kapcsán még gazdasági lehetőségek, új piacok tekintetében is van lehetőség. Miután a nagykövetség együttműködik a külgazdasági minisztériummal, akár még ebből is kialakulhatnak olyan gazdasági előnyök, ami nem csak az ország, hanem akár a város számára is fontos lehet. A nagykövet egy különleges ajándékot is kapott. Máté Antal polgármester a református templom melletti faharangtornyot ábrázoló tűzzománc képet adta át Guillermo Vázquez Morenónak.